Hello, sziasztok úgy mindenkinek! Hát, nehéz dolgunk lesz, mondjuk úgy. Sőt, még egy kicsikét, de nem csak egy kicsit, fáradtabbak is a játékosaink, szóval... Eléggé rosszul áll a szénánk, hogy úgy mondjam. Látjátok, ott Böde is, talán ő a legfáradtabb, ami nagyon nem jó. Úgyhogy most ez a nagy harci helyzet. Pope még sérült, vele nem fogok kockáztatni. Jó. Nézzünk csak téged. Igen. A strength-ed az a baj 59. Ez azért a zavaró. Hú! Na gyerekek, hát lesz, ami lesz. Eső is lesz, ahogy látom. Az időjárás. Abban talán tudunk reménykedni, hogy a Chelsea tartalékosan áll fel. Akkor talán lehet egy kis esélyünk. De egyébként nincs valami sok. Úristen, mi van itt? Aha, értem. Jó. 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 Szuper. Nagyon jó. Na, kezdjük. De legalább mi vagyunk otthon. Már ez jelent valamit. Na, most, hogy tényleg felismerhetőek a játékosok, mert nagy nevekről van szó, most itt az elején végigvárjuk ezt a kis kivonulást. Hát annyira tartalékosan nem áll fel a Chelsea, ahogy látom, mert ott volt egy David Luiz, most látok egy Diego Costát. Pedig ugye valóságban nem is játszik a Chelsea-ben, mert ugye el fog igazolni. Az Atletico Madridról lehet leginkább hallani, hogy oda fog menni. Na. Ugye ez a mi keretünk és felállásunk. Chelsea az, ami érdekelne. Na, meddig mutatják még? Kanté is ott van, ahogy látom. Itt meg Conte. Ott jobb oldalt a Chelsea trükkerek. Kemény lesz. Caballero véd, helyes. Chalobah, Marcos Alonso. Bakayoko. Ó. Végül is azért. Ez nem a rendes kezdőjük. Eléggé sok helyen tartalékos. Aminek nagyon-nagyon örülünk. Viszont nem figyeltem meg a cseréjüket, hogy ott kik vannak. Ez viszont baj. Na mindegy. Nézzük, mi sül ki ebből. Csak okosan, okosan. Mondjuk még így is jobbak a játékosaik. Tehát szerintem az ő leggyengébb játékosuk is jobb, mint a mi legjobbunk. Jó. Csak okosan. Nem kell kapkodni. Nekünk igazából a 0-0 is jó. Bár nem tudom, hogy újrajátszás következik-e, vagy büntetők, de szerintem újrajátszás. Még jó lenne, ha büntetők lennének, mert több esélyünk van. És nem megy ki. De jó, ez jó. Igen. Jó. Jó. Hát, öcsém. Gyere, Böde. Viszont ha sok a fiatal, akkor talán
könnyebb lesz őket leszerelni a fizikumok miatt, legalábbis gondolom én. Ó, már! Büntet... Nem már! És komoly! Ez belül volt? Hát nem hiszem el. Yeah, fair enough, I think. Hát ezt nem akarom elhinni. Fú, rohadt jól kezdődik, mondhatom. Nem hiszem el. Fene vinnie. Hülye büntetővel. Egy ilyen meccsen. Na nem baj. Szóval gólt kell lőnünk. Hú, gyerekek! Szerintem a szezon egyik legnehezebb meccsét fogjuk játszani. Jó. Úúú, basszus, hogy... Ez egy hülye csadobál. Sajtsén. Ó, ott utána még kézzel nem ér be? Na, oda. És jöhet is. Jó. Gyerünk. Persze, hogy nem bírom tovább passzolni Bödének. Mert miért is lehetne. Jó. De miért nem indul be? Láttam, hogy ott van, és végignézte öcsém. Lőd már el! Jó. Szuper. Na. Gyorsan. Jaj, de jó. Hát öcsém is. Jó. Nem olyan rossz. Jaj. Ezt nem akartam rárugni, az véletlen volt. Na mindegy. Statisztikában egyel több lesz a kapura lövéseknél. Ó, nem már. Gyerekek, én nagyon tovább akarok jutni. Nem is tudjátok elképzelni, hogy mennyire. Jó, Böde. Ez az testi erődet használt. Gyerünk. Gyerünk. Hát nem igaz. Menjen ki most már. Oké, dobás nekünk. Jó. 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 De nem neki akartam, hanem Bödének. Mondjuk azon is voltak egy pár százon, de sokkal jobb helyzetben volt. Jó. Nagyon jó. Azaz. Királyok vagyunk. Á, ezt árontottam. Jó. Hát öcsém. Jó, de jó! A beadás meg ultra szar. Öcsém. Nem. Ez az használ. Ez a Diego Costának is jó a strength-je. Nem az ereje.
nonsense defending from him. So Chelsea are leading. Jó futás van, gyerekek. Oké, és öcsém, hogy odalép. Nem akarom elhinni. Böde. Nem már. Jó. Vissza kellett volna. Ó, nem tudom, te ki vagy, de váljon egészségedre, hogyha eddig az volt. Gyerünk már! Mi nem is játszunk annyira szörnyűen szerintem. Jó. Oké is. Nő! Nem hiszem el. Szétszivatnak minket jelenleg. Jó, lefújta. Hát maradt egy fél időnk. Fú, és nem lett volna hülye büntető. Nem hiszem el. Aj, fáradnak. Good action in the English League Cup in the first 45 minutes. Second half starts now. I think one or two players surprised us actually how well they played. Hogy nem rá játszunk rosszul szerintem, igaz nagyon helyzetünk nem volt, de... De azért szerintem a középpályán játékban vagyunk. Jó. Állj, ne már. Bakayoko. Na ne. Baj van. Nem igaz, 8-an veszük körbe. Lőd már el. Jó. Lovrencsics. De jó. De egyedül mit csináljak? De én rögtön lőttem volna, de... Nem bírok. Hát nem igaz, hogy ott is megelőz. Gyertek már. Jó. Jó, csere. Hát nagyon örülök ennek. Egy no-name helyére jön Hazard. Jajjaj. Jó, okosan, de nyomtam már a paszt. Csak hát Kanté mellett ez nem olyan könnyű. Jó. Jó. Nem. Chelsea is be akarja biztosítani a győzelmét, azért hozták fel az árdot. Hát nem igaz. Gyere. Hát nem igaz. Jó, közben meg lehet cserélni kéne. Egy ilyen nem ártana, én azt mondom. Na mi jó? Lapot ad, vagy mi? Te jó vagy? A decisive from the referee, no doubt in his mind, that was a yellow card.
De mire. Nézzük. Oké, hogy lefújja, de most lapot ezért. Szerintem fújja, mindegy. Jó. De nem áll. Hihetetlen az a meccs, és mindjárt vége. Ó, ott is valaki kapott lapot. Téged nem tudlak, hogy ki vagy. Na most kit cseréljenek? Te ki vagy? Igen. Igen. Lőd már be! Nem hiszem el! Juan Fran. Spanyol jobb hátvéd, ha minden igaz. Hogy bírtam gyerekek kihagyni? Belelőm középre a kapusba. Nem akarom elhinni. Azt meg elcseszem. És ezt is rögtön lövöm, de hát ott vannak 5 millióan. Leveszem. Legalábbis szeretném. Jó. Kapusunk szuper. Nagyon helytáll. Mondjuk annyi dolga nem is volt. Csere. Így ide. És. Hát. Legyen így. De így hát a többszerűt labdához, és hát a messziről tud valamit alkotni. Szuper, mi jövünk. Amúgy nem tudtam, hogy mi lesz ebből a helyzetből, hogy a bíró lefújta. Nem láttam, mi történt. És leszerel. Jó. Szuper. Küld ki neki. Úgy. Szuper. Hát nem igaz ez a kapus. Miket véd most őszintén? Á, nem hiszem el. Ki jön még? Szókratis. Hát annyira örülök. Na, hogy kiessünk már. Olyan jól játszunk szerintem. Chelsea ellen. Na, nem azt mondom, hogy jobbak vagyunk, csak hogy Chelsea nem jobb, mint mi. Mint a játék alapján. Hát öcsém, ilyen Szókratis. Ó, baszki. Mi a fene, ezek a csere emberek nagyon tolják. Gyere. Jó. Küldjed. És leszerel. És mindjárt le fogják fújni. Nem hiszem el. Jó. Nagyon jó. Gyerünk már, gyerünk. Jó. Hosszan. Ott van. A csereemberünk nekünk is, Montano. Fú, gyerekek. Én meg vártam már Bödét, hogy hol van, ő biztos tudott fejelni, mert mondom, testtel ellökött bárkit is úgy befejeli. De ez nem tudom, merre kalandozott. Mivel előttük rá? Nem. De az ott volt.
Bakayokónál. Fú, nem gondoltam, hogy itt Montano valaha gólt fog fejelni. Nagyon jó srácok, nagyon jó. Jól van. Ne. Most már csúszkálunk. De hát ez komolyan mi. Gondol egyet is rá, lövi. Hát ezt nem akarom elhinni. Nyolcan ott voltak előtte még a saját csapatából is. Na gyerünk, nem adjuk fel. Mi sem azért. Ott van! Gyerekek, mi van itt ezen a meccsen? Ez milyen hajrá már? Te atya ég, mi van itt a végén? Nagyon üresen volt ott végig. Uff. Jó. Okosan, okosan, nagyon okosan. Nem. Lőd el. Úgy. Ez kéz, spori. És öcsém, nem veszi észre. Na, extra time. Akkor hosszabbítás. Nézzük csak. Mit fog jelezni? Úristen, tényleg. Viszont ilyenkor elvileg az új szabályok szerint van plusz egy cserénk. Ki kéne próbálni, hogy ez most működik-e? Nem. Sajnos nem. Extra time coming up now, and off we go into the extra period. Na akkor... Az a baj, hogy már nagyon fáradt mindenki. Valaki oda menjen. Ájjjjjjj. Jó. And it's Wilson. Nem igaz? Ott van Lovrancsics. De így elfutni a labda előbb, de basszus. Ne. David Luiz is mit keresett ott? Jó, szépen nyugodtan. Nekünk a büntetők szerintem jók lesznek. Vagy nem tudunk büntetőket rúgni. Ajaj, akkor ez mégse jó. Nagyon hülye vagyok. Jó. Hát nem igaz, az is, az az indítás is beleér valakibe. David Luiz az mióta játszik itt csatár, de komolyan. Annyira idegesít. Mert amúgy nehéz tőled elvenni a labdát, és nem örülök neki. Hú, de jó. Gyerekek, fussál már! Fussál! Söcsém, mit véd? Hát nem hiszem el. Ezen a meccsen mi van? Még David Luiz még védekező középpályás tud játszani. Ó, de jó!
this could lead to a chance. It's good attacking play. És hát nem igaz, hogy leszerel. Még úgy ráküldtem volna már. Ajjajjajjajjaj, itt a baj. Nem. Te atya ég. Itt ezek még miért nem fogják az embereket? Hú. Mire kaptam sárgát, könyörgöm. Ezt nem hiszem. Ezért már kocsogtam? Hát ez is egy rejtély marad. Most senget cserélni? Hát öcsém. Hú. Büntetőkbe kiesünk. Nagyon rutintalanok vagyunk még benne. Aj. Feleslegesen amúgy sprintelnem se kéne. Atya ég, ez hogy lőtte rá? Fejelni is jobban tudnak, ez nagy baj. De most inkább ellőttem. Kocogok, nem sprintelek rá. Maradjon egy kis erőm. Ha esetleg kontráznánk. Jó. Jó. Gyerünk már. Ó, öcsém, abba is bele kell érni, ugyebár. Ja, David Luiz, ez itt védekező középpályástól. Szerintem. De gyertek már! Nem igaz, még bödelövését is kivédi. Szuper bödénkét. Hova passzolsz? Ágyalakom. Bárhova jó lett volna a passz. Bárhova. De nem. Neked pont arra az egy helyre kellett, ahol rossz. És ebben most én gólt kapok. Ezt a szívemben fogom venni. Ne. Fú, öcsém. Simán mi is megnyerhettük volna ezt a találkozót. Jó. Nem áll. Hát ezt se hiszem el, esküszöm. És olyan hajszálom múlt. Váltsál már jó emberre. Nem. Jó. Jó. Hát basszus. Hú. Eddig a szezonban ez a legkeményebb meccsünk. Szerintem egyértelműen. Úristen, gyerekek. Statisztika alapján szerintem nem lehet mondani, hogy itt a Chelsea érdemelte volna meg. Mondjuk talán az se, hogy mi, de nagyon forma-forma, szerintem kapura lövések tekintetében. Lovrencsen kívül itt a büntetők 55-től kezdődnek, és csak lefelé. Chelsea-nél a védőknek ilyen a büntető elvégzéses statisztikája. Itt bajok lesznek. Itt komoly bajok. öcsém. Hihetetlen. Na. Mi kezdjük? So here he comes, up to take the first penalty.
Már kell a nyilacska. Úgy. Ott van. Jó. Eddig jó. Hazard. Oda kérem. Nem hiszem el. És ugye megint ők lőnek. Utána meg mi kétszer. Ott van! Lábbal! Carvalho. Hát nem hiszem el. És milyen gyenge is volt a lövés. És az baj, most már itt ezek lesznek. De... Nem hiszem el. Olyan gyenge a lövésük. De meg jobban megnyomom, kirúgja a stadionból. És jó fele ugrok. Na, ezt kihagyom, akkor annyi. Ójjaj. Hű, böde baszki. Rajtad nem múlik. Hát ezt nem hiszem el. Nem hiszem el. Ilyen nincs. Fú. És tudjátok, mi lesz a baj? A következő bajnokira mindenki olyan hullafáradt lesz, hogy most 120 percet lenyomtak. A gyerekek, mi mindent megpróbáltunk, azt kell, hogy mondjam. Mindent. Szerintem ez így is eléggé. Tehát, hogy is mondjam, emelt fővel veszítettünk. Barnett 9, Montano 9. Böde 7,8. A legrosszabbunk 7,1. Hogyha lecserélteket nem számítjuk. Hát sajnálom. De tényleg, mindent megtettünk. Arsenal 0, Southampton 1. Fene minél. Swansea City 0. És két nap pihenő. Fú, gyerekek. Stanley 1. Oldham Athletic 1, Shrewsbury Town 1. Oldham Athletic 1-4-3 on penalties. Használható lesz. United 1, Hull City 2. Port Vale 2, Chelsea 2. Hát a csém nem értik meg, hogy nem eladó. Szörnyű. Na. Na még egy e-mail. Ó, ketten mennek válogatottba. Kapusunk és Bodurov. Reméljük nem történik velük semmi. Mert fontos láncszemei a csapatnak. Úgy kíváncsiságból. Egyébként. Kit kaptunk volna utána? Chelsea. Norwichot. Az igen. FA kupába Chesterfield. Na, ott legalább lesz egy kis esélyünk. Na, másodikok vagyunk, srácok.
innen fogok legközelebb folytatni. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!